Tábla hirdeti az ajtón, hogy csak szigorú óvintézkedések betartása mellett lehet belépni a Szekszárdi járásbíróság épületébe. A bíróságokon hétfő óta úgynevezett szigorított védekezés időszakát vezették be egészen április 5-ig. Ez azt jelenti, hogy tárgyalásokat csak a legindokoltabb esetekben tartanak. A via videórendszeren vagy az elektronikus rendszereken keresztül megtartható tárgyalások, azokat a bíróságok továbbra is megtartják, azokban az idézések, értesítések ugyanúgy szabályszerűek, és el kell jönni ezekre a via videós tárgyalásokra, bár ezeknek elsődlegesen az a céljuk, hogy minél kevesebb jelenlévő, illetve személyes jelenlétet biztosító eljárási cselekmény legyen. Vagyis, ha a legtöbb már előre tervezett tárgyalást elnapolják a bírók. A szigorítások az ügyfelek számára létrehozott úgynevezett panasznapokat is érintik, most ezeket sem tartják meg. Egyébként minden beadvány, illetve minden irat beadható változatlanul, úgy, ahogy ez eddig is megtehető volt, postai úton vagy faxon benyújtható, vagy a bíróságok elé kihelyezett postaládába is bedobhatóak a beadványok. Ezek mellett elektronikus úton is lehet a bírósági ügyeket intézni, ez viszont nem az e-mailes levelezést jelenti, mert az így küldött üzenetek feladói nem egyértelműen beazonosíthatóak, ezért a szóvivő azt kéri, hogy aki online intézne bírósági ügyet, azt az ügyfélkapon keresztül tegye.